Milan Antonijevic hozzátette, fontos lenne, ha a kormány komolyan venné, amit a civil szféra mond a munkájáról, és nem támadásnak vagy kritikának tekinteni. Ezek a demokrácia mércéi minden társadalomban, fűzte hozzá. Szerbia ebben a pillanatban nem áll készen az EU csatlakozásra. Nagy örömömre azonban a kormány és személy szerint a kormányfő mindent megtesz azért, hogy ezen változtasson. Számomra másodlagos maga a csatlakozás. Inkább azt tartom fontosnak, hogy Szerbia minél közelebb kerüljön azokhoz a normákhoz, amelyek a fejlett országokat jellemzik. A legnagyobb gond az, hogy a kormány nem eléggé fogékony a civil szféra véleménye iránt, mondja Gyorgye Vukadinovics politikai elemző. Megítélésük attól függ, hogy a kormány szerint együttműködője az adott szervezet vagy sem. Ha egy adott civil szervezet bírálja a kormány munkáját, akkor előveszik az úgynevezett régi retorikát, rögtön ellenségnek, árulónak nevezik őket. Ha viszont egy másiktól dicséretet kapnak, akkor ellentétes dolog történik, a minősítés egyből pozitív lesz, a szervezet tagjai elemzőkké és szakértőkké válnak, akik kiválóan végzik a munkájukat. A kormány tehát nincs felkészülve a civil szféra semleges véleményére, ne talán kritikáira, és sokan nincsenek tisztában annak jelentőségével sem, emelte ki Vukadinovics. A politikai elemző szerint a médiumok mozgástere is szűkül, mivel a gazdasági mellett politikai tényezők is befolyásolják a munkájukat. Szerinte a helyzet eddig sem volt rózsás, de a tájékoztatás minőségére a média privatizálásáról szóló törvény elfogadása nagy hatással lesz majd.